A következő feladat a lekérdezésben adja meg, hogy típusonként hány esemény szerepel az adatbázisban, pől hány OKTV van. Na most, ha ilyet látunk, hogy ként, vagy olyat, hogy az egyes típusokból, vagy hasonlót, akkor a fejünkben megszólal a csengő, ami az agregátor függvények használatára figyelmeztet. Hát itt is ezt kell csinálnunk. Ugye ott van az, hogy típusonként, akkor a group by záradék az a típusokra fog vonatkozni, és hogyha hány esemény, akkor feltehetőleg valamit meg kell számolni, tehát magyarul meg kell countolni. Hát akkor ezt gondoljuk át egy kicsikét. Írjuk meg a legkérdezésnek az elejét legalább. Azt mondja, hogy lekérdezés létrehozása tervező is ismét hozzáadjuk az egy táblánkat, bezárjuk. Tehát azt mondjuk, hogy típusonként, akkor szerepel benne a típus. És ugyankor itt ö, kiválasztjuk azt is, hogy ö, ez az összesítés mező látszódjon, ugye itt megjelenik, és akkor itt tényleg grubbáj, típusonként, ugye típusonként, tehát ide jön a grubbáj. És akkor az a kérdés, hogy mit lehet megszámolni. Hát olyat kell mindenképpen megszámolnunk, ugye, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, nézzük csak meg. Hogy például hány darab OKTV van, hány darab esemény van, akkor egy olyat kell keresnünk, ami biztos, hogy mindenkinek különböző. Hát legkézenfekvő, hogy az azonosítót használjuk -e erre. Esetleg elképzelhető, nem, nem, semmi más, csak az azonosító lesz jó. Hát akkor azt fogjuk megszámolni, tehát akkor itt azt mondjuk, hogy itt az azonosítót kérjük, és akkor ezt nem grubbáljuk, hanem kauntjuk, ugye megszámoljuk, nézzük meg, jó lesz. Ó, csoda szép. Tehát látjuk, hogy például OKTV-ből 130 esemény van összesen. Még egy kicsit azért lehet kozmetikázni ezen. Nevezen, azt mondjuk ide, hogy ennyi van kettős pont, és akkor így jó elmentjük, és ugye tip a neve. Kikapcs.